Sziasztok! Szeretném elmondani a véleményemet azzal kapcsolatban, hogy volt egy eladóval ellátott farkas, amelyik nagyon sok kilométert megtett országokon át. Még nem, itt Magyarországon ugye lelőtték. És ezen nagyon nagy felháborodás van most, ugye az interneten is látom, ami először is úgy gondolom, hogy részben jogos, hiszen ezt a farkast, amiből egyébként, tehát védett is, mert ugye nincs sok farkas, Magyarországon ugye meg főleg. Kettő, hogy ez a farkas senkinek nem ártott, tehát nem önvédelemből lőtték le. Tehát a felháborodás részben jogos, viszont farizeusinak tartom és álszentnek tartom azt a felháborodást, hogy még megnézzük például, hogy a világ szinten mi történik az állatvilággal, tehát ha elmész egy vágóhídra, vagy csak megnézel egy videót, vagy elgondolkozol, hogy marha, tehát akár egy szarvas marhát, vagy egy sertést, vagy van, amelyik kultúrában még a kutyát, macskát is fogyasztásra levágják, és előtte pedig milyen körülmények között tartják, akkor elgondolkodtató, hogy most ezt a farkast annyira sajnáljuk. Az is tény és való, hogy pont most például olvastam egy íróköltőnek a könyvét, aki vadászattal is foglalkozott fiatalabb korában, Áprili Lajos, és ő is írja a novellás kötetébe, hogy amikor ő ment vadászokkal, akkor sokszor beleütközött abba, hogy kegyetlenség történik. Például pár napja olvastam azt a novelláját, hogy amikor mentek vadászok, akkor egy nagytestű kutya csapódott oda, és az egyik vadász az szemrebbenés nélkül lelőtte ezt a kutyát. És egyébként a vadászok sokszor lelövik a kutyákat is. Ez egy másik dolog, tehát, hogy úgy gondolom, hogy az állatoknak az ilyenfajta lemészárlása az gonosz dolog, és állatkínzás kategóriájába is beleesik, mert ugye sokszor eltalálja egy lövés az állatot, de nem hal meg az az állat, mert nem szíven találja, vagy valami, és ki tudja, mennyit szenved egy ilyen állat. Tehát át kell gondolni, természetesen itt fölmerülnek olyan dolgok, hogy a vadgazdálkodásban, hogyha túlszaporodnak bizonyos állatok, akkor az károkat okoz, meg ilyesmi. Tehát nyilván vannak szempontok, de az öncélú gyilkolászás, például a hobbi vadászat, tehát amikor azzal szórakozik valaki, hogy szabad idejében pénzért vadászgat, tehát az egy beteges dolog. Be kell tiltani. Ugyanúgy, ha megnézzük, az ember az el tud élni olyan étrenden, ami eredetileg a Bibliába adatott, hogy az Isten eredeti terve szerint, ez feketén-fehéren benne van a Bibliába, a növényeket adta, a gyümölcsöket, növényeket adta az embereknek eledelül. Tehát az, hogy állatokat megölnek és megeszik, ez nem volt benne a Bibliába eredetileg. Sőt, most lehet mondani, hát az Édenkertben persze nem volt benne, nem igaz, még a bűnbeesés után se volt ez megengedve egy jó darabig. Igen ám, de mondhatják, és jogos is, hogy de hát utána meg lett engedve, sőt, ugye bejött az állatáldozat, amikor már állatokat kellett áldozni. Ez mind így van, viszont azt is meg kell látni, hogy a megengedő akarat, meg az állatáldozat, az mire mutatott előre, hogy nem szabad volt megkínozni ezt az állatot, és az is, hogy áldozat történik, az azt mutatja meg, az nem azt mutatja meg az én látásom szerint, hogy Isten állatkínzó, sőt mondja is Isten, hogy ő nem szomjazik a bakok vagy tulkok vérére, hanem ez előképe volt annak, hogy a messiás majd az életét adja. De én úgy gondolom, hogy minden állatkínzó ember, vagy akihez asszisztál, annak át kell gondolni. És ha megnézzük, erre vannak adatok egyébként,
hogy nem bírja el a földse ezt a fajta állattartást, mert rengeteg legelőt kell csinálni meg minden, ami erdőirtással jár, és több szakember azt mondja, hogy ha átállna a társadalom többsége a növényi étrendre, akkor nagyon sok erdőt meg lehetne menteni. És ez már a pénzről szól, hogy itt túl vannak tenyésztve az állatok. Ez nem arról szól, hogy éheznek az emberek, és elmennek vadászni, hanem ez arról szól, hogy egy üzletág, iparág alakul ki erre. És nézzetek bele a szemébe annak, vagy vannak filmek az interneten, YouTube-on, például a földlakók, meg ilyesmi. Tehát a Földlakók című film is, meg ilyesmi, ami bemutatja, hogy milyen borzasztó embertelen. És az a képmutatás, hogy még például fölháborodik az ember, hogyha valahol azt látja, hogy a szomszéd mondjuk a macskát megrúgja, vagy a macskák, kismacskákat a földet rak, mert sok a kismacska, és nem tudja, vagy ilyesmi, azon fölháborodik az ember, de azon nem, hogyha mondjuk egy disznóvágáson, egy sertésnek, ami sokkal okosabb sokszor, mint más állatok, amiket preferálunk, annak elvágják a nyakát, vagy kínozzák, vagy azért van csak tartva, hogy megegyék, azon már nem háborodunk föl, vagy azon sem, tehát meg kell nézni, hogy annak a mondásnak, amit például Paul McCartney mondott, hogyha a vágóhidak oldala az üvegből lenne, tehát be lehetne látni, és az emberek belelátnának, akkor mennyiben fogyasztanának tovább ilyen húst? Tehát én azt gondolom egyébként, hogy az állatkínzás, és az, hogy az emberek így kihasználják, ezek érző lények, tehát itt nem arról van szó, hogy ezek anyagok, tárgyak, ezek ugyanúgy megérzik, ugyanúgy szenvednek, ezek az állatok, és viszont természetesen az öncélú állatkínzást azt nem helyezem egy szintre azzal, amikor valaki mondjuk étkezési célból, de annak is valahol az az alapja, hogy megölnek egy állatot, csak ugye az igazság, hogy az ember, amikor elmegy a közértbe, vagy elmegy az étterembe, és mondjuk egy nyúlpaprikást megeszik, akkor nem gondol bele, hogy ez egy aranyos nyuszika volt, amelyik ott ugrált, szelíd volt, senkinek nem ártott, és valaki megölte. Csak annyit látunk, hogy ott gőzölög egy illatos paprikás hús az asztalon, és nincs is mögötte tudatában az ember, hogy ez egy aranyos állat volt. Mint hogy elmész egy más kultúrába, ott a macskát, akár patkányt, akár kutyát, vagy majmot is, akár ki, bár úgy tudom, az már tiltott. De azt is, tehát akkor egy nyerővel, akkor miért nem eszi meg az ember a macskát, kutyát, majmot, vagy bármilyen állatot, hogyha bármit megehet az ember? Akkor miért van válogatás, hogy a szarvasmarhát megölhetem, de a majmot, vagy a macskát, kutyát nem? Azért, mert azok a házi állatok, de van, aki házi állatként tartja akár a disznót, sertést, majmot, és így tovább. Tehát azért mondom, hogy akkor, ha állatokat bármit megehetünk, akkor kitart vissza attól, hogy akár egy gorillát az ember megegyen, vagy ilyesmi. Tehát persze össze is ugrik most, tehát meg is rezdülünk ettől, hogy ez milyen baromság, de igazándiból ezt át lehet gondolni, hogy ha Isten eredeti terve az volt, hogy növényeket együnk, és a új világba is, tehát az új korszakba is, ott se lesz már állatoknak a lemészárlása. Tehát ez egy vérontás. Tehát én azt mondom, hogyha te ezt nem tartod rossznak, akkor nyugodtan menj el egy vágóhídra, nézd végig, hogyan szenved az állat, vagy fogjál egy kést, és hát ne csináld meg, de amikor elvágja az ember mondjuk a nyakát egy disznónak, és mi van annak a disznónak a érzelmeiben? Szóval én azt gondolom, hogy egyébként az ilyen vadász dolgokat a Biblia is abszolút nem rossznak tartja. Például a Nimrodnál is, aki vadász volt, ugye van egy olyan fordítás, hogy hatalmas vadász volt az Úr ellen. Tehát ugye Nimrodhoz köthető egy gonosz világbirodalmi törekvés, és ugye Babilonhoz, Bábel is köthető Nimrodhoz. És valóban a vadászokkal elmész egyébként egyszer-kétszer vadászni, akkor láthatod, hogy tocsognak a vérbe, nyakig a vérbe, ártatlan állatokat ölnek meg. Én azt gondolom, persze nem szentimentalistának kell lenni, de a gonoszság az gonoszság. Tehát egyszerűen az állatok azok érző lények, és az embernek segítői is tudnak lenni, hogyha megnézzük nagyon sok állatot, amit megszelidítettünk, az már az embernek a segítőjévé vált, például a vakvezető kutya.
vagy ilyesmi, vagy a ló, vagy ilyesmi. És azért mondja a kishercegbe is ott van, hogy felelős lettél azért, akit te megszelidítettél, és ha szeliden, tehát van, aki úgy nevel föl rókát például, meg ilyen állatokat, hogy fölnevelés, az egy szelid lesz az a róka, az nem fog támadni emberre. Vagy láttam olyat, hogy macikat is fölnevelnek. És ez a mi felelősségünk, hogy hogyan állunk hozzá az állatokhoz. Persze, én azt mondom, hogyha nyilván van egy támadás, hogy mondjuk egy vad falka megtámad egy emberi társaságot, mondjuk egy vad kutyafalka, akkor önvédelemből természetesen megértem, hogyha bántalmazva vannak akár az állatok, de az önvédelem az egy szükséges dolog, ami rossz. De az, hogy én szórakozásból fogok egy puskát, kimegyek az erdőbe, és bambikra lövöldözök, meg nyúra, meg mindenre, és szíven lövöm, meg lelövök, agyon lövöm őket. Én ezt gonosznak látom, mert ha megnézzük, Isten az állatokat teremtette, és nem azért teremtette, hogy megöljük őket. Ez egyértelműen ott van, hogy még Ádám nevet is adott, meg minden. Tehát ezek barátok, és ott van a Bibliában is, hogy az új világban ott már megszűnik a ragadozás, ott a farkas a bárányjal együtt fog legelészni, a gyerek az belenyúl a kígyónak a lyukába, ugye ez meg van írva, illetve meg van írva, hogy nem lesz ilyen jellegű, tehát a mezővadai meg ilyenek, azok megszelidülnek. Oroszlán a bárányjal együtt lakik. Gondoljátok el, hogy ez Isten tökéletes akarata. Ezért minden szükségtelen szenvedést és gonoszságot vissza kell szorítani. Pláne akkor, hogy amit ugye sátánisták csinálnak, hogy bemutatnak áldozatokat a sátánnak. Ugye olvastam könyvekbe, cikkekbe, hogy vannak, akik állatokat áldoznak a sátánnak, ilyet is olvastam hiteles cikkekből, de volt olyan szekta, amelyik embereket is áldozott. Például Olaszországban volt egy ilyen sátánista szekta, hogy de állatokkal kezdik, tehát például a tömeggyilkos, vagyis sok esetben, tehát a tömeggyilkos, a Jeffrey Dahmer, aki egy tömeggyilkos volt, az állatokkal kezdett gyilkolászni kis korában már, fiatal korában elkezdte. Vagy például a sátánista zenekar, ami hát sokan mondják, hogy divat sátánista, de a Decide együttesben is a frontember azzal henceget, hogy állatokat öl meg, mert hogy ő húna nagy sátánista. És a sátánisták, ahol például olvastam egyik zenészkönyvben, Mezőkovácsházán volt egy sátánista gyilkosság, ahol egy őrült megölte a saját testvérét, az a mezőkovácsházai per, és ott is az a csávó először, a szemtanúk szerint állatokat ölt meg. Tehát házi állatokat. Hogy egyik zenész, egyik haverja, aki most az Ektomorf volt ismerőse, akinek a könyvét olvastam, Farkas Zoltán Ektomorf zenekarból, ő leírja a könyvébe, hogy ez az ember ott a vidéken vagy azt hiszem kutyát ölt meg, tehát kis kutyát ölt meg, tehát nem is akarok már ezzel terhes témával vagy foglalkozni, tehát én azt mondom, hogy minden szenvedésnek a megállítása az jó dolog, szent dolog, Isten se az ember, se az állat szenvedésében nem gyönyörködik, és Isten szereti az embereket, szereti az állatokat, főleg ha azt nézzük persze, hogy vannak az emberhez közelebb álló állatok, nagyobb gerincesek, tehát kutya, macska, ló, és így tovább, mert nyilván most a kis állatok, tehát meg főleg az ilyen bogarak, meg minden, az meg megint a másik dolog, hogy azt már elkerülhetetlen, hogy az ember mondjuk megy az utcán, akkor, de ebbe most nem megyek bele, tehát minden gonoszság és kegyetlenség és állatkínzás ellen vagyok, én föl is lépek ellene, én volt is, hogy együttműködve állatvédőkkel megakadályoztam ilyen dolgokat, például a munkahelyen volt egy portás, aki kutyáját úgymond bezárta, akkor ott is állatvédőkkel kimentünk, illetve kihívtam őket, és ha bármilyet valaki tapasztal, vagy ilyesmi, akkor én is bárkinek segítek, de az állatvédőket nyugodtan ki kell hívni, illetve nem nyugodtan, mindenképpen állatvédő szervezeteket kell hívni, ha valaki tud erről, állatkínzásról, de hangsúlyozom, ez a sátán akarata, mind az a állatkínzás, mind pedig len ennek az elnézés, hogy az ember esetleg passzívan nézi, hogy állatokat kínoznak. Úgyhogy álljon meg a dolog, és az Úr áldjon meg mindenkit gazdagon. Amen.